Sziasztok, nagyon örülök, hogy ennyien itt vagytok. Üldözött emberekről lesz szó, akik a mi ügyfeleink, akiket nem szabad így bűnözőként kezelni, a kormány így kezeli őket, és arról fogok beszélni, hogy talán, ha megértjük, hogy mi is voltunk már szorult helyzetben, talán azt is jobban megértjük, hogy a menedékkérők az üldözött emberek mindentek keresztül. Ezért azzal kezdeném, hogy tegye fel az a kezét, aki már kért külföldön idegentől segítséget. Elég sokan, tegye fel most az a kezét, aki már volt rendőrségi meghallgatáson külföldön, úgyhogy nem értette a nyelvet. Egy-két ember, tegye fel az a kezét, aki már anyagi segítséget kért külföldön, idegentől. Ez tök jó, ezért szerintem érdemes állásnak lenni, hogy nagyon kevesen vagytok, kiváltságos helyzetben vagyunk. Velem volt egy ilyen katasztrófa túra Franciaországban, elhagyott a barátnőm, a biciklimát ellopták, és abszolút nem tudtam franciául, be kellett mondanom a rendőrségre, és nem volt velem tolmács, nagyon rossz helyzet volt, és a legvégén a vonatomat vártam, és rájöttem arra, hogy elfogyott a pénzem, és elment előttem a vonatom, pánik helyzetbe kerültem, ott volt mellettem egy ember, egyáltalán nem fogtam fel, hogy ez egy milyen ember, rögtön tőle kértem segítséget, és mondtam neki, hogy adjon nekem 10 eurót, és akkor láttam, hogy ő egy munkás ember, szegény ember, és mondta, hogy hát ő nekem nem tud adni, és rögtön a pánik helyzetemben a mellette ülő emberhez fordultam, aki viszont végül tudott nekem pénzt adni, és ezt azért mondtam ellenetek, mert ez például nekem segített megérteni azt, hogy akit valóban üldöznek, szintén kiesik a komfortzónájából, és hogyha ő neki nem segítünk, akkor az az életébe kerülhet, és ezek a helyzetek nem feltétlenül nagyon távol állnak egymástól. A kormány ezt a képet próbálja sugallni nekünk, tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, pedig milyen válsághelyzetről van szó, hogyha most jelenleg 500 menedékkérő van az országban, emlékezhettek talán arra, hogy a szomszédos Martonfán, ahol én 2 éve jártam egy lakossági fórumon, a kormány belengedte, hogy 800 fős menekült tábort épít a 200 fős faluhoz, akkor még valóban lehetett olyan számokról beszélni. Most azonban ezt a bánásmódot, amit a tranzitzónákban szenved el az összes menedékkérő, semmi sem igazolja. Ezek a számok nem igazolják. 500 menedékkérő ma, a kormány nem engedte többet. A tranzitzónákkal alapvetően 2 nagy probléma van. Mindenki kivétel nélkül jogsértően van ott fogvatartva, mert képzeljétek el, aki ott van, nem tudja, hogy meddig van ott, és azért sem tudja, mert nem kap erről egy normális papírt, megindokolva, hogy miért van ő fogvatartva. És a körülmények embertelenek és megalázóak. Amit láthatjátok, az összes ilyen konténert szöges drótok veszik körbe, a gyerekeknek nincsen megfelelő oktatás, nincsenek programok, a bevándorlási hivatal azt gondolja, hogy még tolmács sem jár, ahhoz a beszélgetéshez, amit egy orvossal folytat egy menedékkérő. Azt gondoljuk, hogy ez nem oké. Mit lehet ezzel szemben tenni? Például a Helsinki Bizottságnál dolgozó nagyszerű kollégám Barbara elmegy a határa, akár felveszi a kerítésen keresztül a kapcsolatot a menedékkérőkkel, és a Strasbourg Bíróságnál például sikerült idén kimondatnunk azt, hogy valóban jogsértelmben van mindenki fogvatartva a tranzitzónában, azért is, mert nem kapnak erről döntést. Strasbourgi Bíróságon egy nagyon speciális eljárást is indítottunk sokszor már idén, azt kértük, elküldve egy faxot hozzájuk, amire még aznap válaszolnak, hogy szabadítsanak embereket, akik a tranzitzónában vannak bezárva, és a Strasbourgi Bíróság kötelezte a magyar kormányt arra, hogy emberségesebb körülmények közé helyezze a menedékkérőket. Mi volt a kormány válasza? Lehet biztosítani emberséges körülményeket a tranzitzónában, beraktak egy ventilátort a 40 fokos konténerekbe, kitűztek még 2 napernyőt az udvarra, de azt gondoljuk, hogy ez nem megfelelő válasz, pedig ilyen gyerekekről volt szó a tranzitzónákon belül. Egyszerűen az a kérdés, hogy merre indulhat el az, aki végül is dönt, egy pozitív döntést kap, 30 napja van egy ilyen embernek, hogy egy nyílt táborban megtalálja a 30 nap után a lakhatását. Az állam kivonult ebből az integrációs programokból, csak civil szervezetek vannak, akik egyébként nagyszerűek, például a Menedék Egyesület, ők viszont projekt alapon működnek, és nem tudnak mindenkihez eljutni, úgyhogy a kormány ebbe a helyzetbe kényszeríti az embereket, azzal a hazug feltételezéssel élve, hogy azért nem szabad egy menekültnek kapnia több támogatást, mint egy magyar állampolgárnak, mert ugyanabból a helyzetből indulnak, pedig nem egyenlő esélyekkel indulnak, nem beszélik a nyelvet, és nyilván egy ilyen idegenellenes kampányban nem indulnak egyenlő esélyekkel sem a lakhatási piacon, sem az álláskeresésnél. Itt Khaledet láthatjátok, aki egy nagyon fontos ügyfelünk,
a családegyesítési jogával próbál élni, ami egy elismert menekültnek, aki egy nagyon nehéz eljárásban bebizonyította, hogy őt üldözték, nagyon fontos joga. A szíriai Aleppóból próbálja kimenekíteni a feleségét. Azt mondja a hivatal, hogy egy extra pecsét kellene a házasság jelenkövi kivonatára, azonban az iroda, ahol ezt az extra pecsétet beszerezheti a feleségen, nem létezik, lebombázták. A következő képen láthatok egy iraki családot, ahol az anyuka maradt otthon, és az apuka a kisgyerekkel menekült el, az anyuka nem volt képes elmenekülni, nem tudta vállalni az egész család azt, hogy az egész család meneküljön el, és hát azért nem, mert veszélyes az út, és az európai jogszabályok büntetik nagyon sokszor a határi átlépés, hogyha valakinek nincsen megfelelő papírjai. Itt Deresét láthatjátok, egy nagyon kedves ügyfelünket, aki 8 év különélés után találkozhatott a kislányával. Ő sem volt arra képes, hogy az egész családjával együtt tegye meg ezt a veszélyes és az illegalizálás miatt nagyon drágává tett utat. Arra akarok kiukadni, hogy a menedékkérők, akiket valóban üldöztek, nem tudják így bepakolni az út előtt a csomagjukat, nem tudják, hogy mit. Nem arra gondolnak, hogy most betegyék-e még az útlevelet a körömcsipesz mellé, és a bevándorlási hivatalnak sem szabadna úgy kezelni őket, mint mondjuk a letelepedési kötvényeseket vagy a bevándorlókat, akik nem kényszerhatására adják el az országukat. Azt szeretném nektek mondani, hogy ha ti is voltatok már szorult helyzetben, pontosan tudjátok, hogy a legutolsó dolog, amit akartok, az az, hogy még titeket hibáztassanak egy ilyen helyzetben, és a legutolsó dolog az, amit akartok, az az, hogy még titeket tartsan bűnözőnek és büntessenek. Ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm a figyelmet.